A Magyar Honvédség tűzszerészei egy 100 kg-os szovjet bombát hatástalanítottak a budai várban. Építési munkálatok közben második világháborús lőszerek és egy repülőbomba került elő az első kerületi dísztéren. Dél és 2 óra között az azonosítás és hatástalanítás idejére a tűzszerészek lezárták a teret. A 17 lakóépületre kiterjedő kiürítés 60 embert érintett. Bejelentésünk érkezett, 8 darab Mauser gépkarabélylőszert találtak. Ezután vélték felfedezni, hogy a tűzérségi lövedék is elhelyezkedik ebben a feltárt területen. 100 kg-os orosz romboló bombát találtunk, a gyújtószerkezetet kiszerelték és központi gyűjtőhelyre szállítják. Kiélesedett állapotban volt itt a bomba. A robbanótest mellett világháborús emberi maradványokat is találtak, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti főosztályának munkatársai elszállítottak a helyszínről azonosításra. Az előzetes vizsgálatok alapján 2 német katona földi maradványai kerültek elő a hatástalanított bomba mellől.